Décsei Erzsébet tanítónénivel arról fogunk beszélgetni, hogy mire is számíthatnak azok, akik szeptemberben az ő osztályába fognak kerülni a Györf István Katolikus Általános Iskolában. Décsei Erzsébet az édesanyja hatására lett pedagógus. Édesanyám hatására lettem elsősorban pedagógus, ő óvónéni volt, illetve volt egy első osztályos tanítónénim, akit szintén nagyon szerettem, és az ő példájuk segített abban, hogy ezt a pályát válasszam magamnak. Így aztán először egy középfokú óvónői végzettséget szereztem, és ezután mentem tovább tanulni Békés Csabára, a tanítóképző főiskolára, ott szereztem meg a diplomámat 1994-ben. Innen aztán Szegedre, a Juhász Gyula tanárképző főiskolára mentem el egy posztgraduális képzésre, egészségfejlesztő és mentálhigiénés szakdiplomás lettem, és hát ahogy végeztem a főiskolán, el is kezdtem dolgozni itt Karcagon, mert én egyébként püspökladányi származású vagyok, de akkor ott nem volt álláshely, itt viszont el tudtam helyezkedni, és itt ragadtam, úgyhogy most már ide köt a családom és az egész életem. Itt a Györfében 2012 óta dolgozom, a gyerséről, a három gyermekem születése után ide kerültem ebbe az iskolába. Itt egy évig napközis tanítónéni voltam, majd azután első és második osztályban dolgoztam végig. A tanítónőnek három gyermeke van, természetesen otthon édesanya, de a tanítónő azért a családi körben is alkalmazza a pedagógusi tanulmányait. Azt gondolom, hogy ezt egyikünk sem tudja teljesen függetleníteni, nem is kell. Ez majd a későbbiekben rájönnek a gyerekek, hogy bizony jó, hogy anya ennyire hajtott bennünket, néha azért tehernek érzik ezt, de szeretem őket otthon is segíteni, ameddig csak tudom és amennyire erőmtől telik. A tanítónő most az elsős diákok szüleihez fog szólni. A Györfiben folyamatosan zajlik az elsősöknek az előkészítése online módon. Az iskolánkban ennek már nagy hagyománya van, az iskolaelőkészítő csoportokat mindig működtettük. Az iskola kóstoló néven futott ez idáig. Most az idén, mivel más lett nagyon a helyzet, ezért fecskehívogatónak neveztük el a csoportunkat, létrehoztunk a Facebookon egy kis zárt csoportot, egy kis közösséget, ahová a nagy csoportos gyerekek szüleit vártuk. Ott tettünk föl, valamennyire próbáltunk azért ragaszkodni az eddigi megszokott programunkhoz, tehát annak mentén dolgozva olyan feladatokat készítettünk számukra, amelyek online módon is elkészíthetők, és benyújthatók a készült produktumuk. Ez jelentett eleinte sok fejtörést számunkra, hogy hogyan is oldjuk ezt meg. Többnyire úgy csináltuk, hogy lefényképezhetőek legyenek, vagy kis videóhívásokban, videófelvételekben a szülők felvették a kisgyerekeket, és akkor így osztottuk meg a csoportban. Igaz, online módon, de már egy összeszokott kis csapatról beszélhetünk. Szerencsére azért ennek hozadéka is van ennek a vírushelyzetnek. Akárhányszor vissza tudjuk őket keresgetni és visszanézni, és egymás munkáit is ők maguk is lájkolgatták, figyelemmel kísérték, úgyhogy egész jól megismertük most már egymást. Sajnos azért a személyes találkozás az még várat magára, és azért ezt nem adjuk föl, reméljük, hogy még a tavasz folyamán erre is sort tudunk keríteni. Minden esetre hárman dolgozunk ebben a csoportban, a munkaközösségvezetőnk Pallagi Bernadett, Szabó Edit és jó magam készítjük el két heti bontásban általában a feladatokat, amiket éppen a pár órával ezelőtt tettük föl a legfrissebbet. A szülők aztán elkészítik és hozzák az eredményeket. Úgyhogy látjuk a nagyon sok kis óvodás arcot, a kis fecskéinket, akik vidáman és bátran kiállnak a kamera elé, és verselnek, énekelnek, kézműves tevékenységeink is vannak, amiket gyönyörűen megoldanak, sőt, annyira kedvet kaptak néhányan, hogy olyan kis versikéket is megosztanak velünk, amiket mi nem is kértünk, de olyan kis szorgalmas gyerekek, hogy mégis öröm látni őket. A tanítónő szerint lelkes kis csapatról beszélhetünk, és bizakodva várja a szeptembert. Tőlem játékos óravezetésre lehet legelsősorban számítani, igyekszem mindig úgy alakítani a tananyagot és a hozzá kapcsolódó feladatokat, hogy a gyerekek mindent úgy tanulhassanak meg, hogy azt ne érezzék munkának, olyan játékos feladatokba ágyazva mindenféle változatos
gyakorlási módokkal, szinte észrevétlenül tanulnak játszva. Ehhez természetesen szükséges, hogy kialakítsuk a gyerekekben azt az órai megfelelő fegyelmet és magatartást, ami mindehez a munkához szükségeltetik, de ez azt gondolom, hogy a beszokatási idő végére azért szokott sikerülni. Látják a gyerekek is, hogy mennyire jó így dolgozni, úgyhogy hajlandóak együttműködni, és örömmel teszik ezt. A tanítónő említette, a pályaválasztásánál az anyukája mellett hatással volt a tanítónénye is. Bízik benne, hogy ő is hasonló példát tud mutatni a tanítványainak, mint amit ő is kapott. Eredendően én édesanyám mintájára óvónéni szerettem volna lenni, viszont ott már éreztem, hogy egy fokkal talán inkább nagyobb gyerekekkel tanítanék szívesebben. Hát a legnagyobb csoda az az írás-olvasás megtanításának csodája, azt nem hagynám ki így mostani fejemmel sem. Ebben találtam meg azt az örömöt, ami az igazán alkotás öröme. Azokat a csodálatos kis, csodálkozó kis szemecskéket, akiket megtanít az ember ezekre a dolgokra, hát ez mindennél többet ér. A kézművességgel kiemelten foglalkozik, de szeret kirándulni is. Én nagyon szeretek kirándulni, kimozdulni, nem tanórai keretek között is, komplexitásban gondolkodom mindig, amennyire lehet. Átfogó ismereteket próbálunk nyújtani, és szeretek projektekben is dolgozni. Az élménypedagógia módszereit szívesen és gyakran használom. Mindenféle változatos tevékenységre számíthatnak tőlem a gyerekek. Az egészségfejlesztő mentálhigiénés diplomámat is nagyon szeretem használni, úgyhogy nagyon sok életvezetési ismerettel gazdagodhatnak, közösségi játékokat, természetesen ismerkedős játékokat játszunk majd eleinte nagyon sokat. Ezekre lehet tőlem a továbbiakban is számítani bizton. Mi jelenti önnek a kikapcsolódást?